Szeretettel köszöntelek! Ma mesés gyakorlásban lesz részünk. A mai gyakorlás a Garudászana lesz. A Garudászana saspóz. Garuda az isteni madár, sascsőrrel, emberi fejjel és emberi testtel. A Garuda, nagyon sok ászanának megvan a maga története, így a Garudászanának is. Garuda az isteni madár egy hatalmas tojásból kelt ki, és fényesebb volt 1000 napnál. Az ereje egyre csak nőtt, növekedett, és elkezdett félni az isteni erejétől, és arra kérte az isteneket, hogy csökkentsék a benne szunnyadó potenciált. Egyszer azonban a kígyó király elrabolta Garuda édesanyját, és elvitte patalába a kígyók városába. Az volt a feltétel, akkor engedély, nem akarta megölni, és az volt a feltétel, hogy akkor engedély szabadon, hogyha Garuda elhozza az égi hegy csúcsáról az amritát, az isteni nektárt. Garudának ahhoz, hogy a küldetését teljesítse, 3 halálos, veszedelmes akadályon kellett áthaladnia. Az első akadály egy tűzkerék volt, amin át kellett repülnie. Garuda szippantott a sas csőréből, egy folyó vizéből vizet, azzal eloltotta a tüzet és átrepült a karikán. A második akadály egy olyan ajtó volt, amin belül egy szöges vaskerék forgott. És ezen úgy tudott áthaladni, hogy az isteni erejével kicsinyítette magát, és így könnyedén átrepült a vaskeréken. A harmadik akadály pedig egy kígyó volt. Garuda hatalmas szárnyaival óriási porfelhőt kavart, majd a kígyót elvakította, és Garuda a sas csőrével megölte a kígyót. Megszerezte az isteni nektárt, és elvitte a kígyó királyának. De amikor odaért, megjelentek az istenek, hogy a fél és a félistenek, hogy visszaszerezzék a tőlük elropott nektárt. A kígyó király bele akart gyorsan nyalni ebbe az amritába, és ahogy belenyalt, az olyan erős volt, hogy ketté hasadt a nyelve. Azt mondják, hogy a kígyók azóta születnek ilyen villás nyelvvel. Úgyhogy ez volt Garuda története, aki felvállalta az erejét, amikor az édesanyja megmentéséről volt szó, de nem mert szembenézni vele. És ezzel az isteni erővel, illetve az isteni erő felismerésével fogunk majd most mi is találkozni az ászana végzése során. Ehhez néhány előkészítő gyakorlatot végzünk. Amikor is térdelül támaszba helyezkedünk el, tenyerek a vállak alatt vállszélességben, térdek a csípő alatt csípőszélességben, a megszokott módon, fejtetővel előre, ülőcsontokkal hátrafelé nyújtóz, és figyeld meg a légzésedet, hogy hogyan alakul. Majd a légzésed ritmusában finoman kezd el domborítani a hátad lentről fölfelé indítva a mozgást, csigolyáról csigolyára. Húzd a fejet a karok közé, majd a belégzéssel húzd előre a mellkast a karok között, nyújtóz. Így mozdulj még néhányszor. Majd a következő kilégzés közben húzd a jobb térdet a homlokhoz, és a belégzéssel emeld a jobb lábad behajlítva. Aztán a kilégzéssel a következő kilégzés közben válts lábat, jön a bal láb a homlokhoz és a belégzéssel emelkedik a talp a plafon, a ég irányába. Aztán állítsd meg a mozdulatot, és innen helyezkedj át a szőnyeg hátsó részébe, majd ismét húzd a térdet a homlokhoz, de innen keresztezd a lábakat, és lépj egy picit előre, így haladunk keresztezett lábbal előre, majd amikor elérted a szőnyeg szélét, akkor indulj el innen hátrafelé. És
is, aztán állj meg középen. Tettesd végig a törzset a combban, hosszan nyújtózz el, talaj a kezekkel, majd innen emeld a medencét, nyújtsd ki a térdet, közelítsd a sarkat a talajhoz, a lefelé néző kutyapózban nyújtózd meg a gerincet, a fej gúbjával a két tenyér közötti térben nyújtózd, érezd, ahogy a lábak hátsó része is megnyúlik, megnyújtózik, majd innen ismét húzd most a jobb térdet a könyökhöz, aztán onnan lép keresztbe, majd jön a bal térd a bal könyökhöz, és innen megint keresztbe lépünk. Így mozdulj még néhányszor. Majd aztán ismét lép vissza, és nyújtózd meg a lefelé néző kutyapózban. Aztán onnan egyszerűen csak sétálj előre a két kéz közé, uttanasanába. Majd a belégzés közben nyújtózz el a karokkal a fülek mellett, és onnan utkatasanába egyenesedj, emelkedj föl, mintha egy széken ülnél. Majd innen a kilégzés közben engedd le a karokat, a belégzéssel egyenesedj föl. Aztán a következő belégzés közben emeld mellső középtartásba a karjaidat, keresztezd a felkarokat, hajlítsd be a két könyököt, fondd egymásba az alkarokat, és a tenyereket is simítsd egymásnak, úgy, hogy a hüvelykújjak a homlokot nézik. Aztán a következő kilégzés közben ismét hajlítsd a térdeket, és vesd keresztbe a bal lábat a jobb láb fölött. Maradhatsz így, úgyhogy megtámaszkodsz a nagy lábujjal a talajon, de hogyha engedi a határ, akkor fűzd be a lábfejet a vádli mögé, és itt is maradhatsz így, ez már a garudászana, vagy egy picit gömbölyödj össze, és érintsd össze a térdet és a könyököt, és innen felülről szemlélve az életed eseményeit, egy kicsit más megvilágításban láthatod a dolgokat, felülemelkedhetsz. Majd a belégzés közben egyenesedj föl, bontsd a lábtartást, bontsd a kartartást, nyújtózz el a két kézzel, tárd ki a mellkast, aztán a kilégzéssel engedd le a karokat, egy picit pihenj meg, hunyd be a szemeket, és figyeld az érzeteket, figyeld, hogy milyen érzés ismét két lábra állni. Majd aztán emeld a karjaidat, mellső középtartás, most a másik felkar jön fölülre, hajlik a két könyök, egymásba fonódnak az alkarok és a két tenyér, aztán megint, mintha egy székre ülnél le, majd a másik lábat keresztez, és most is megtámaszkodhatsz a nagy lábujjal, vagy helyezd a vádli mögé a lábfejet, és innen picit még sülyezd a medencét, és közelítsd a könyököt a térdhez. A garudászana. Csak figyeld magadban azt az isteni erőt, ami mindig ott van. Aztán innen a belégzés közben egyenesedj föl. Bontsd a lábtartást, bontsd a kartartást. Kilégzéssel engedd le a karjaidat, pihenj meg, és csak figyeld, hogy milyen érzetek maradtak az előző pozíció után, ahogy finoman a belső szervek is átmasszírozódtak, ahogy egy kicsit az egyensúly érzéket fejlesztette ez a pozíció, ahogy megtaláltad az egyensúlyt bármilyen helyzetben, bármilyen lábtartásban, kartartásban. Majd innen kis terpezbe helyezd a lábakat, helyezkedj át guggolásba, simítsd össze a két tenyeret, és a könyökök segítségével távolítsd a térdeket, káliászana. Aztán a kilégzés közben a térdek segítségével zárd a két könyököt, engedd a homlokot a felkarra, majd a belégzéssel ismét nyújtózz, kilégzéssel gömbölyödj, belégzéssel nyújtózz.
aztán innen egyszerűen csak ülj le. Keresztezett lábú ülésbe helyezkedj át, és ismét behunyt szemmel figyeld az érzeteket, figyeld, hogy milyen érzés most már ülésbe áthelyezkedni. Majd innen néhány perces hanyatfekvő savászanában zárd a gyakorlást. Köszönöm, hogy velem együtt próbáljátok elvégezni a garudászanát, örömteli gyakorlást. Namaste.